Szóval, ott hagytuk abba, hogy ugye legyőztük a sárkányt fönt a hegyen, hol máshol. És tulajdonképpen az sokkal később kellett volna megcsinálni, mint amikor megcsináltuk, de semmi baj, mert igazából nem hagytunk ki semmit. Ami olyan lényeges lenne, talán, de mindegy, előbb-utóbb úgyis sorra került volna. Nyilván itt, amit én nézek, guide-ot, az egy javaslat. Igazából meg lehet csinálni bármilyen sorrendbe. Nyilván a questekre figyelni kell, de szerintem az már elúszott, úgyhogy mindegy. Majd a második végigjátszásban megcsináljuk a questeket is. Szóval kicsit össze-vissza mentünk, de most akkor megpróbálok a szerint menni, ahogy kellene. Jó. Elkezdtétek sorossal Nevermind Co-ban? Oké. Hát igen. És az invédet nem lehet kikapcsolni, gondolom. Na mindegy. Egészségetekre. Hát, kitartást. Nevermind. Igen, a szívás. Jó, különösebben nem történt semmi. Egy pár dolgon változtattam az equipmenten. Kicseréltem a strength és a dex növelő medálokat, mert hogy az égvilágon semmi értelme nem volt. A kettő együtt összesen adott 10 vagy 13 plusz damage-et. Az 1500 valamennyihez, tehát ilyen kevesen mint 1%-ot növelt, ugye, mert hogy ez ebben a világban nem számít. Úgyhogy helyette beraktam egy max HP növelő medált, illetve egy HP Restoration boostert. Igazából ez olyan racionálisnak tűnik, igazából a base game szinteket növelni, strength meg, tehát hogy a damage kapcsán nem nagyon van értelme, olyan keveset növel a damage-en, hogy teljesen semmi hatása nincs, úgyhogy inkább beraktam ezeket. A HP az meg mindig jól jön. Úgyhogy most jó hosszú a HP csíkunk. Jó, na, ahová el akarok menni most, az itt a nyanya. Mert itt föl kéne tenni egy maszkot. Ha megtalálom, várjunk, beszéljünk így. Oké. Oh, such a joy to smell the scent again. Does a sculpted keeper stand before me? Oh, as I felt the sacred beast's essence fade, a great anxiety welled up within. Forgive this old woman her foolish fears. 'Tis such relief I cannot express. After an eternity of the mind, our voices have at last reached the heavens. As evinced by thy gracious arrival. Oh. Mm-hmm. Oh. I implore, vessel of the sacred beast, have my son accompany thee to war, and dance thy dance of beauteous color. Take vengeance upon Mesmerity's lot.
they who betrayed us, they who burned us, let them face in thy wrath their just deserts. My song will I sing in service to thee. Oh, curse. O sculpted keeper, channel thy color into the most resplendent of dances. My song will I sing in service to thee. O sculpted... Oké. Nyomunk egy reloadot. Hogy változik-e valami. De adott egy kis cuccot. Incantation-t, ha jól láttam. Oké. Már is mondom, segít Adri. Tudnék enni? It is only plain fare, but sup to the lees, and it will surely grant thee ample vigor. Adott egy kis pörköltet. Egy kis skorpió pörkölt. Kedvencem. Shouldst thou be by hunger's pangs beset, I implore thee. Partake of thy stew. Thou art sure to feel thy vigor restored. Though, if the flavor doth thy tongue offend, I care not if thou throwest it away. Shouldst thou be by hunger's pangs beset, I implore thee. Thou art sure to feel thy... Though, if the flavor doth thy tongue offend, I care not. Oké, okay, azt mondja, hogy ha szar, nem baj, ha kidobjuk. Lényegében. Hogy mi? Ugyanazt mondja. Jó, kaptunk pörköltet. Azt mondod, hogy azt oda lehet valakinek adni? Vajon kinek? Fotóztam Cambridge-be, igen. De... még nem dolgoztam fel a képeket. Majd... idővel meg lesz az is. What a joy! Thou possessest yet my scorpion stew. The broth is mine own little invention. 'Tis palatable for quite the long while. Shouldst thou be by hunger's pangs beset, I implore thee to partake of it. I implore thee, thou art sure to feel thy... Madár látta leves, ja. Szóval jó, majd valakok ki pár képet, mert miért is ne. De inkább helyeket fotóztam. Például voltunk abba a pubba. Ott ebédeltünk, ahol...
Crick és Watson először ünnepelte a DNS felfedezését. És ahova sokat jártak művelődni. Jó. Oké. Mit akarok még? Church of Crusade. Nem tudom, hogy ezekkel a Forager Broodokkal mit lehet csinálni. Megmondom őszintén. Meg azt sem tudom, hogy hol van. Church of the Crusade. Az melyik? A templomot keresek, az sokat segít. Jó, itt... Innen jövünk. És elvileg éjszaka. Igen, tudom, hogy cookbookot adnak, csak... Én megmondom őszintén, hogy egyen se találkoztam még. North of the Church of the Crusade. Majd a tűzhelyeket is meg kéne javítani, úgymond. Értem, nevermind, csak mondom, nem tudom, hogy... Azt sem tudom, hogy néz ki. Jó, itt vagyunk a templomnál. És valahol erre kéne lennie. Itt van egy item. Ez nem jelent jót szerintem. Igen. Hát ő meghalt. Na jó. Mondom, majd a második végigjátszásban megcsináljuk rendesen ezeket. Hát akkor a Forager Broodokat hagyjuk. És jó. Oké, erre voltunk. Igen, itt akkor erre végigjöttünk. Jó, még ide bejövünk, beszélünk ezekkel. Ymirrel meg Yolannal. Nevermind. Igen, de majd. Be gone. There is nothing more to say. Kösz, Yolann. Ula child. Is something the matter? Here to squeeze another lesson out of me. Na jó, egy. Lehet, hogy itt mászkál valahol. Na mindegy, menjünk. Oké. Jó, a Northern Nameless Mausoleumhoz kéne meg eljutnunk. Ha még nem voltunk. Szek. Éjszakon? 200 IQ. Kéne itt valami Spirit Spring. De várjatok, azt sem tudom, melyik map részem van. Na. Jó, utána néztem a dolgoknak. Mi? Várjatok egy pillanatot. Ö...
Raw base. Aha. Jó, valahol a térképnél van. Temple Town Ruins, azt mondja. Sétad, hogy ez igaz, csak föl kellett volna jegyeznem. Kis csücsök, ami nincs grész. A zöld és sárga határ, ez sárga. Na mindegy, de jobbra le. Itt. Ez lenne az? Ah, oké. Hát igen, mondjuk ott a térkép jelöli. Na, akkor arra megyünk. És akkor elvileg ez lokkolva van, ez az... Egy Spirit Springgel lehet oda följutni, de lokkolva van, úgyhogy ezt meg kéne fejteni, hogy lehet állokkolni. Ha még nem tettük meg véletlenül. Lehet, hogy nem a legjobb ötlet éjszaka jönni ide ilyen fényviszonyok között, amiben én most itt a szobában vagyok, de hát ez van. Holnap nem lesz stream. Ah, igen. Na már csak az a kérdés, hogy hogy lehet ezt állokkolni. Ez itt mi? Egy random lárvát ír. Keresek vakontúrást? Nem nagyon akarok itt szegelgetni, meg ilyesmi. Majd valami megoldás majd találunk, de amúgy is lassan jön a tél, szóval... The winter is coming. Szóval lassan nem fog kelleni. Igazából ilyenkor streamnél zavar. Egy kicsit. Meg ha itthonról dolgozok, akkor azért be tud melegedni rendesen. De amúgy... itt a meleg az ilyen... Ilyen párnapos dolog. Ugye ez kedvenc napom a nyár. Menjünk oda fel. Hát, ez jó kérdés, hogy hol lehet. Ja,
Elvileg nincs messze. Igen, az világos, hogy pont olyan. Esetleg arra fel. Ütöttünk már szét ilyet egyébként. Ha. Király. Meg lett javítva. Oké. Feljöttünk. Király. Na, elvileg itt egy ilyen mózóleum van. Ahogy tanult barátaim szokták mondani. Ide majd be is nézünk, csak még körbe szaladunk, hogy van itt bármi egyéb. Ja, hogy a hetem milyen volt, semmi különös nem történt. Igazából visszaküldtük a cikk véglegesét, bár azt mondjuk még múlt hét végén. Egyelőre nem kaptunk visszajelzést, nyilván nem is várunk. Mert nincs mit visszajelezni. Azt várjuk, hogy kitegyék publicra ugye a open review-t. De amúgy más nem igen van. Meg elkezdtem írni a következő cikket. Ja, kb. Ennyi. Szóval, ja, rendben van egyébként minden. Na, lássuk, mi van itt. Oké. Nem tudom, mit akart, de nem sikerült. Meghalt. Elég komoly bleedet adott be. Megkaptuk ezt a Red Bear cuccot. Ó, itt meg van egy... Nem, ez nem. Oké. Okay. Jó. Ja, nem volt különösebben combos. Na, mit dobott? Nem ezt. Fanghelm. Helm of Red Bear.
Okay. Iron rivet armor. I wish to be a band no more and no less. Alright then. Mehetünk tovább. Szép a söröm? Köszönöm. Hát egy Guinness. Jó. Jó stout. Oké. Na, mit akartam még? Jó, itt a lecsapolt részen. Szerintem nem öltük meg a kukacot. Ugye láttuk a vízbe a kukacot, de nem öltük meg, miután lecsapoltuk. Hideg, sejtadria, ez egy hideg stout. Nem kell, nem hidegen kéne inni? Valahol itt volt a kukac. Igen, ott van egy item is. Meg szerintem ide le nem jöttünk, mert mintha úgy emlékeznék, hogy fölmentünk volna egyből a... kastélyba. Ez nem jó ötlet. Hű, így meg főleg. Tévedtem. Csinálhatnánk ráklevest. Jó. Értem. A sör hideg. Most még. Oké. Shit. Na, meghalt. Hello, Stopsor, hogy szia-szia. Ó, és dobott egy ilyen Occultation Iris-t. Oké. Ja, hogy már utolértetek? Hát igen, keveset streameltem mostanában.
az kétségtelen. De ja, amúgy a Shadowkeep boss az még nem most lesz. Azt most mondom, az garantálom, az nem ma lesz. Amikor voltunk nála, az nagyon korai volt. Maradjunk annyiba. Jó, na ő is meghalt. Jó. Itt van ugye ez a... Akkor ez a Sunken Chapel? Ezek szerint? Gondolom. Vagy ez itt lent? Az jó volt. Semmi baj. Oké. Na. Hol van a izéd? Hát ez nem a izéje volt. Megvan a izéje. Okay. Hát igen, ez az érdekes, hogy ez már nem egy Sunken Chapel. Unsunken Chapel legfeljebb. De mindegy, körbe megyünk. Vagy már körbe mentünk? Hello? Itt volt lent a kukac.
Akkor nézzünk ide fel. Innen mentünk le. Vagy onnan jöttünk fel? Itt egy lift. Ez felvisz a kezdőre. Igen. Jó. Oké. Hát igen, amúgy ezért jó a guide. Megmondom őszintén. Mert legalább van egy szamárvezetőd. Hogy nem misszelj semmit. Igen, itt volt. Erre is voltunk. Hát akkor úgy tűnik, hogy ezt körbejártuk. Oké. Oké. Jó. Na, hol vagyunk? Shadowkeep Backgate. És... Oké, ez a Scuddy View. Ezt megcsináltuk. Ugye itt is megcsináltuk. Erre nem jöttünk el. Erre a részre. De lehet, hogy itt erre boss fight után tudunk jönni. Ezt nem tudom. Mindegy. Van más fele menni, más fele is opció. És itt igazából arra kéne majd mennünk. Igen. Tehát más fele megyünk most, nem arra. Jó, rendben van. Nem tudom, hogy a finger map megvan-e. Talán igen, azt kiadja. Ymir. Ymirrel beszéltünk. Ne itt keressem, hanem... Hol vannak a papírok? Nem, akkor még nincs meg. Nem volt még, azt hiszem. Nem tudom. Na mindegy, most megyünk délnek. Az tuti. Csak hogy is? Nem a Dragon Speed. Szek.
Köszönöm, sejtadni, megértem. Hát mi, erre még nem voltunk itt délnek. Tehát abszolút. Most arra akarok menni egyébként. Tehát ugye a Finger Ruins... Nem a Finger Ruins, hanem a Cerulean Coast fele akarok menni. Csak ez az, hogy fogalmam sincs, hogy jutok el oda. Na, hát. Na, a Castle Ancestor-től kell elvileg. Az pedig... ez. Castle Front. Mész az úton is le a lejtőn. Hát igen, ez sok mindenkivel előfordul. Megy az úton és egyszer csak elindul a lejtőn. Tehát itt délfele. Turn left. Mi? Nem tudom. Oké. De itt voltunk, azt tuti. Igen, itt ment a borsodi szitu, és arra nem mentünk el lefele. Igen. Erre nem jöttünk el. Ezt nem is vettem észre, hogy ez itt van. Oké. Oké, itt van a pöce, amit föntről néztünk. Aha, oké. Igen, ezt néztük onnan föntről, hogy itt van valami. Jó, megyünk arra akkor. Ott arra voltunk. Na, ez fura. Aha, ott a nagy virág... Ha... Akkor erre csak nem jöttünk.
Nem, ez Amarra. De Amarra voltunk. Na várjátok, most már megnézem ezt. Jó, igen, itt mintha lett, azt hiszem volt egy festmény talán, vagy valami item volt. Jó, mindegy, akkor megyünk tovább lefele. A lenti nagy virág felett uti voltunk. De lehet, hogy visszafordultunk. Mindegy. Megnézzük. Zero fuck were given. Oké. Tehát itt teljesen le. Én erre emlékszem, hogy itt voltunk. De az is lehet, hogy visszafordultunk. Mondván, hogy hú, még biztos nem erre kell jönni. Rohadt sötét van. Na mindegy, menjünk. Igen, ez a Grace itt van. Ezt föl is vettük. Szerintem volt egy kukac. Nem? Arra nem mentünk el. Arra biztos, hogy nem mentünk el. Ezt meg kiklíreltük szerintem. Mint ha rém lenne, hogy itt volt egy kukac. Pár item. Ezen szerintem végigmentünk. Katakomb. Ez. Itt volt. Ez, ugye? Jó, akkor ez megvan. Csóri patkány mennyire csalódott lehet. Tudod, odaír, megvan. Nincs meg. Jó, akkor erre? Gravity. Oké, merre kéne?
Ah! A fasz. Nem iszok eleget? Na jó. Fókusz. És óvatosan. Fantasztik. Jó, és akkor gondolom, arra megyünk tovább. Ó. Egy lobster. Oda kéne eljutni. Miért jöttem ide föl? Kéne futni a térképért. Jó. Gondolom arra kell menni. Hát, vagy erre. Jöjjünk erre. Meg nem is látszik, hogy hol a map. Na mindegy.
Oké, itt is vannak ilyen villámkecskék. Nem bántjuk őket. Amúgy se szeretem a kecskehúst. Az igen. Jó, itt is van egy Furnace Golem. Nem tudom, ez már a negyedik, amivel találkozunk? Oké. Ki kéne már kapcsolni a kamera autorotétet. És értem, hogy miért van bekapcsolva. Ó, wow. Jól néz ki. Bocsánat, csak... Megindult a mikrofonálvány. Egyetlen jó tulajdonsága ennek a mikrofonálványnak az, hogy olcsó volt. Semmi baj. Summonert, az igen. Summonert csontikat.
Nem sebzett a Ghost Flame. Meghaltak a csonti. Mármint... Na, értitek. Chori Torrent. Chori én. Kicsit kevés a staminánk, talán. Meghalt. Lehet amúgy, de az is lehet, hogy majd hátra kell egy kicsit mennünk, mert hát lehet, hogy kimaradt egy-két dolog. De hát ez ilyen. Valamikor az ember előre megy, valamikor hátra. Jó. Na. Hú, itt elég sok minden van. Itt épületek. Valami van itt is. Hát akkor nem tudom, szerintem az északi részt nézzük meg először. Az kéne, nem? Valami itt is van, ezeket is meg kéne. Hát körbejárjuk akkor ezeket. Nem tudom ezt miért csináltam. Új, és ott van egy... mi kell a lábnyom is. Jó, akkor ezt összeszedjük. I abandon here my doubt and vacillation. Okay. Innen jutok le a sorhoz. Okay.
Jó, akkor ide visszajövünk. Akkor most először megnézzük a északi részt. Grave Cricket. Stopsoros, ez jó. Jó. De az a baj, hogy... Tehát ez a no gender, hogy... Vagy gender, nem tudom. Hogy... Innen jöttünk. Még hát a hosszú szőke hajam, mert nem az enyém, hanem a karakteremé azért elég árulkodó, bár bárkinek lehet hosszú szőke haja, aki szőke. Meg annak is, aki nem, nyilván. Na értitek. Az, hogy no war, meg no migration, az nyilván, ha egy helyben állok, az teljesen igaz. Igen, bárki lehet szőke, ja, ez igaz. Én magam nem szívesen lennék, de... ízlés dolga. Ez egy hajó. Ha bevállalom le, Halloweenkor lehetnék Eminem. Hát igen. A Slim Shady. Az igen. Gravekeeper's Cookbook. Az a Grace jó jönne. Slim Shady of the Air Tree. Az jó. Oké. Na. Itt kell, hogy legyen egy katakombsz valahol. Mondjuk lehet, hogy nem itt.
Mint ahol ezen a részen. Ez egy lépcső, föntről lefele. Ez meg a pálya széle. Akkor megyünk visszafele. Csak egy sírkő. Azt hittem, ott van valaki. Eljünk erre. Hagyjál már! Az igen! Na jó. Igen, az, hogy megjelent a summon, az... Hirtelen nekem is aggodalomra adott okot. De már nincs ott a jel, úgyhogy... Megyünk. Ide befutottam, de nincs semmi. Szép, de semmit nem látok, így van. Ó, tekik. Jó, szőrös tekik. Tovább. Az ott egy jó nagy József. Hogy felugrott ide, láttátok? Az igen. Jó.
Hát így szépen egyesével le kéne őket csipegetni. Jó, sokan vannak. Fremenek. Mi a... Én csak itt több a víz. Meg itt nincs Nisza ágaib. Bár... még lehet. Mariga. Ja, hogy ez ekkora? Weak sauce. Inasba lettek téve. Ó, oh, és nevermind, egyszerre mondjuk, látod? Ez igen. Na jó. Mariga... Jó, ez itt micsoda? Ez egy hajó? Vagy itt csak ennyi volt? Ott egy item. Tudod így, amikor az ember megörül, hogy egy legendary item, biztos valami baszó fegyver, vagy valami... Nem. Nem azt mondom, hogy egy Great Glovers az nem valami, de... Ne. Jó, akkor... Ők nem kapták meg az emlékeztetőt. Nem baj, megyünk vissza. Ha ez vissza van. Nem, ez nem vissza van. Vissza van? Ja, erre jöttünk. Igen, az esti repülőjáratok megindultak. Spirits. Jó.
Hát, mintha ezt az északi részt akkor bejártuk volna. Mármint itt lent. Mert itt fent... Ha. Valahogy eljutottunk mi oda a... Vagy... Innen a Dragon Pit Terminusról? Talán. Mintha ott nem mentünk volna tovább. Na jó. Most nem ott vagyunk. Úgyhogy... Nem tudom már, teljesen elvesztem lassan a fonalat. Hát igen, az, hogy ilyen több emelet van, ez így... Tényleg rohadtul megnehezíti a tájékozódást. Hát nem baj, ez ilyen. Jó, keresni kéne egy Grace-t. My Grace. És el kéne költeni a szót. Na, és egy szek türelmet kérek. Hozok sört. Itten is vagyok. Folytassuk. És akkor tényleg elmegyünk délfele. Hát, szerintem áttépézünk ide. És fölmegyünk. Itt volt a Grace-től északra egy ilyen dombszerűség. De nappal. Ki kell sütni, nevermind. Csak akkor megint vasötét lesz. Jó, hát akkor itt kell lemenni a partra.
Feltételezem. De még nem a coast fele akarunk menni először, hanem itt erre lefele. Nem azért, mert van koncepció, hanem mert így döntöttem. Mi ez a sok grave glavers? Glavort. Mi lehet a sztoria mögött, hogy ezeken a hajókon ennyi van? Vagy hogy minden hajón van egy? Hol tartunk? A második sört kezdem most. Hogy hallom, valakinek valami nagyon megölte a gyomrát. Ó! Oh. Semmi baj. Hefty, cracked pot. Ja, jók a programok. Felfedezünk sejtadri, különben semmi extra. Haladunk előre. Miért érzem azt, hogy itt valami nagy boss majd mindjárt megérkezik? Egy túl nagy szabad terület volt ott. ZH-kat kijavítottam-e? Persze. Már bent vannak az eredmények Neptunba. Van lent egy gréz. Vagy egy pixel hiba a monitoron. Ez a két. A kurva. Csigusz, akkor nem töltjük az időt. Nem éri meg. Teljesen véletlenül, mondom.
Gyanús itt ez a lyuk. Na csak azt kéne tudni, hogy hogy jutunk le. Van egy olyan érzésem, ha simán csak leugrok, az nem lesz elég. Mennyi csiga. Mindenhol csiga. Sötét van. Ez nagyon magasan van még, nem? És nem. Hát egészségünkre. Ötszáz liter cefrét főzettél ki? Ennél magyarabb dolgot ma nem hallhattam volna. Azért jöttem ideig torrenttel, mert hát menjenek gyalog az állatok. Ennyi. Na menj már. Az de rohadt jól néz ki. Elképesztő. Az igen. Konkrétan átugrottam.
Gondoltam, kinézek. De mindegy, akkor most már jövünk tovább. Majd megnézzük, hogy ott fönn mi van. Sétali, ezt föl se olvasom. Pályafutásom során, amit oktatással töltöttem, nem volt ilyen, aki ilyet mondott volna. Jöjj a nagyszülők gyümölcsét főzetett ki? Panelban nem terem. Hát na jó, de hát lehet kertetek. Mint hogy nek... Hát jó. Na, nyilván persze. Értem. Nem tudom, miért akarok lovagolni. Sétadi, ilyen hallgató, hát én nem tudom, hogy... Nyilván sose kerültem ilyen helyzetbe, mert hát miért kerültem volna ilyen helyzetbe? Nyilván nem számított volna, mert... Amint... Na, nyilván ilyet nem csinálunk. Tehát ez egy ultimate paraszt dolog. Volt olyan kolléga, aki... Ezt lehet, hogy nem kéne elmondanom. Fennállt a gyanúja, hogy valami volt. Inkább úgy fogalmazok. Hát... Stopsos, az a baj. Mindjárt mondom csak. Na még egyszer. Azért nehéz ez a dolog. Mert hogyha... Nyilván konkrétan nem tudtunk semmit. I abandon here my love. Tehát konkrétan nem tudtunk semmit. Gyanús dolgok voltak. És tudjátok, ez mindig olyan fura egy kicsit, hogy... Hogy... Miért gyanúsítasz? Ha meg biztosan tudod, akkor meg miért nem teszel valamit? Tehát miért nem jelented a dolgot? Tudod, ez a... Kicsit olyan érzés, hogy a bűnösök között cinkos, aki néma. Nyilván nehéz ügy. Voltak pletykák.
De ahogy mondtam is, nyilván a pletykáknak nehéz hitelt adni, meg hát pletykák. És nyilván az ilyen, tehát ha igaz volt, akkor undorít egy mocskos dolog. És én nagyon-nagyon megvetem az ilyet, tehát én tényleg az ilyet nem az, hogy eltiltanám egy életre az oktatástól, meg hogy hallgatók között legyen, hanem én konkrétan börtönbe zárnám az ilyet évekre. És mondom, volt pletyka, hogy van valami gyanús, és láttuk is, meg. De tudjátok ti is, hogy ez milyen nehéz ügy bizonyítani az ilyesmit, meg. Hát nézd, most nyilván a szabályzat egy dolog. Én most nem azt mondom, hogy... Tehát én arra mondok példát, tehát ez arra példa, nyilván vannak nagyon nehezen ilyen szürke zónák, ugye? De igenis vannak olyanok, amik egyértelműen rohadt dolgok. Tehát volt, aki feltételhez kötött átmenő vizsgajegyet. Na, a pletyka szerint sose igazolódott be. Tehát én erre gondolok, nem arra, hogy most hogy nincsen kilátásba helye, tehát nem arról beszélek, hogy valami kettes vizsga vagy ilyesmi, tehát hogy én arról beszélek, és azt elképesztően elítélendő, hogyha valaki feltételhez köti ilyen feltételhez köti az, hogy csak akkor, hogyha. Tehát csak akkor mész át, hogyha. Így van, segít azért. Tehát ez a másik oldal, hogy mi van, hogyha nem igaz. És... Tehát nagyon nehéz ezt kivizsgálni, nagyon nehéz ezt... Tehát egy nagyon szar helyzet, na. De mondom, azt az oktatót, aki visszaél a helyzetével, és kilátásba helyez, tehát csak akkor enged át egy hallgatót, hogyha, az egy elképesztően rohadt egy dolog. Tehát az a hatalommal visszaélésnek az egyik leggonoszabb, legalantasabb, legalávalóbb formája. És hallottunk ilyen pletykát.
Hát igen, ez az azok a mechanizmusok, amik nem nagyon léteznek. Vagy legalábbis nem megfelelő módon léteznek. Otthon is, és amúgy is tényleg nagyon nehéz. Tehát egy vizsgálat, persze kéne egy belső vizsgálat ilyenkor. Mert meg kell bizonyosodni, de nehéz. Ez mi a fasz? Bleed. Bleed. Nagyon jó. Au. Kill it with fire, mi? Jó. Nem vacakolok ezzel. Na mindig, szóval nehéz ügy, nyilván. De mondom, ez egy rohadt egy dolog. Nyilván, hogyha nincs feltételhez kötve, tehát nincs az, hogy jobb jegy, meg mit tudom én, akkor is véleményes. Tehát minimum véleményes, inkább úgy mondom. De... Értitek. De ez a baj, hogy nem a hallgató... Tehát ha a hallgató bepróbálkozik ilyennel, ő neki megmondom, hogy hát nem, az kész. Tehát jöjjön el megint vizsgázni, vagy mit tudom én. Ennyi. Ha nagyon erőlteti, akkor meg fogom azt följelentem a picsába. Mármint nyilván nem a rendőrségen, hanem... Na értitek. Tehát akkor egy fegyelmi eljárás beindul, azt kész. Itt mi történik? Ó. Héten egy Disney mesébe csöppentem. Itt lesz valami, úgy érzem. Hát vagy nem. To fly to your feet, my dearest. Take the plunge.
király. Na várjatok, miért van ott egy summon sign? Ki ez? De ki ez? Ó, izé, jó, oké. Tolier. Amúgy hogy vagy? Ne menj el. Nincs egy cigid. Jó. Na lássuk, ki van itt. Érdekes. Oké. Okay. Sok minden van. Putrisen Knight. Oké, okay, valami Frostbite-os cuccot be tudunk tenni. Mondjuk ehelyett. Ja. Ja nem, várjatok, Frost ellen nincs. Immunity, ugye? Tán. A Frost elleni. Vagy Robustness. A fene se tudja már. Hát Sheriff Adri nyilván ez is benne van, azért nagyon kevés oktató ilyen. I suppose. De mondom azért vannak tényleg nagyon gecik, már bocsánat a kifejezésért, de jobb nem jutott eszembe. Konkrétan mindig mellé jutok.
Na mi van, mi? Oké. Tolié itt volt amúgy. Jó. Tehát gyakorlatilag no death, because megmaradt a rúna. Tehát csak az számít, hogy a rúna megmaradjon, amit persze nem tudunk különösebben semmire használni, de... Cool. Hát nem tudom, minek nézem a mapot. Megyünk tovább. Centrina. Oh, Centrina. What velvety ambrosia is this? Your poison and the sweet sleep that follows. Oh, please, let me hear. Hello. Thank you for your help. Without it, I wouldn't have seen Centrina again. I'm drifting off in the sea of her poison. Soon, I will hear her voice. Let me be. I won't be long. Oh, I almost forgot. You mustn't follow my example. Centrina's poison would plunge you into an eternal slumber. It must be me. And only me. Annyira nem hangzik rosszul. I am gone. Adrift in sleep. So that I may hear Centrina's lost voice. Let me be. I won't be long. I am gone. So that I may hear. Let me be. Wow, de jól néz ki. Do it? Várjatok. Előbb kilútoljuk. Miért ne tennénk meg? Fogalmam sincs, hogy mi fog történni. Itt a nő azt mondja, hogy ne tegyem. Mondta a nő, hogy ne csináljuk. Nem megmondta? Na hát, ha most beszól valamit a nő. Nem, akkor lett volna tényleg kemény, ha azt mondja, hogy I told you so. Ez kurva jó volt. Jó, ez így oké. Na.
Most hova kéne menni? Menjünk le a partra? Gondolom. Menjünk. Mindegy amúgy. Arra lesz újazás? Akkor menjünk. Ja, látom. Volt egy kirívóan irritáló hallgató? Őszintén szóval nem emlékszem ilyenre. Ez azért az egyetem nem egy középiskola. Tehát ott... Oda nem azért mennek, mert muszáj. Tehát nyilván... Nyilván vannak olyan, akik kicsit nehezebb esett. De legfeljebb szakmailag. Igen, már emlékszem. Úgyhogy mondom, különösebben nem emlékszem ilyenre. Tényleg voltak olyanok, akik kicsit olyan furák. Meg volt, akikkel tényleg azért kihívás volt. De mondom, olyan, aki irritáló, olyan nem volt. Meg ez az irritáló szó is olyan fura kicsit, hogy erre visszajöttem ide. Miért jöttem vissza? Tehát ez az irritáló is olyan, hogy hallgató az hallgató, ha irritál egy hallgató, akkor nem a hallgató van rossz helyen, hanem én. Én legalábbis úgy értelmezem, hogy kicsit olyan fordítva, tudod, hogy nyilván nekem meg kell tenni mindent azért, hogy a hallgató az megkapja azt a oktatást, meg azt, amiért ott van. Ahogy mondom, van nehezebb eset, de az, hogy irritál, tehát az olyan... No. De gondolom, nem ezt a szót akartad feltétlenül használni, de értem, hogy mire gondolsz. És itt a parton van egyébként valami, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy... Jó, vagy erre lehet jönni. Okay. Erre lehet jönni, ugye? Igen. Oké, hirtelen nem vettem észre, hogy erre lehet jönni, de... Akkor már oké is. Ha! Észrevettem ám. De vajon miért lehet följön?
Na mindegy. Olyan voltak tényleg érdekes esetek, de mondom, olyan kirívóan problémás nem volt. Nyilván volt egy-két hallgatóm, akivel kicsit nehezebb volt, de nem a hallgató miatt, hanem miattam. Például volt, aki az autizmus spektrumon volt, és nyilván ott azért egy kicsit nehezebb az ember dolga, de egyébként tehát megoldottuk, úgymond, tehát a kollégák is mondták, hogy hát igen, nehéz, de mondom, megoldottuk. Tehát szerintem a hallgató megkapta azt, amiért jött. De ott persze, hogy egy kicsit nehezebb volt. És ugye attól függően, hogy az autizmus spektruma hol van. Tehát, hogy mennyire... Finger ruins, oké. Okay. Tehát, hogy mennyire van nagyon az autizmus spektrumon, úgy mindig egy kicsit, tehát úgy változik, hogy mennyire nehéz a dolog. Emlékszem olyanra, aki nagyon rajta volt, tehát nagyon, nem tudom, hogy mondják ezt, de akit nagyon erősen érintett ez a szituáció. Őt nem oktattam, kollégák mondták, hogy tényleg nehéz úgy előadáson, meg tudom én, sokat kérdez, meg nyilván az egy kicsit nehézkesebb, de mondom, ahogy mondom, megoldottuk, tehát nekem olyan hallgatóm volt, aki kevéssé volt súlyos. Na, értitek. Tehát akivel kicsit könnyebb volt. Könnyebb volt a dolog. Szinte minden évben volt egy ilyen hallgató. Volt egy nagyon fura srác. Aki egyébként nagyon jó hallgató, már szakmailag nagyon jó volt. Ikán nagyobb arányban vannak? Hát, én nem tudom, én nekem erről nincs statom, hát nem, hogy statom, tapasztalatom sincs. Könnyen lehet, hogy így van. Volt egy fura hallgató, aki ilyen nagyon csöndes volt, nem szólt soha senkihez. Nem tudom, hogy neki volt-e valamilyen mentális állapota, mint ilyen fenotípusa, úgymond. De jó, például ő hát nem nálam, de volt olyan, hogy kolléganőt követte, meg ilyesmi, és olyan, tényleg olyan ijesztő srác volt. Így elsőre, legalábbis. Szóval mindegy, volt ilyen. Ez mi volt? Hűha! Miért fontos kérdés lehet? Fontos kérdés lehet. Opa. De kolléganőt nem követünk. Hát, nézd, hogyha ember követ haza egy kolléganőt, ez olyan... fura. Az nem jó. Az sehogy se jó.
Nem néz ki jól. Shit. Nem szeretem ezeket a kezeket, megmondom őszintén. Hó, itt egy... Jó, ezt nem most fogjuk csinálni. Mi ez a... A kék izé. Ott meg lehet duplázni a boss volt. Remembrance duplication. Szóval volt ilyen. Ő érte egyszer jöttek is a rendőrök amúgy. Szóval... Igen, problémás volt. Meg nyilván a kolléganőnek ijesztő, hát persze, hogy ijesztő. Volt olyan, hogy... Tehát a srácnak biztos, hogy volt valami mentális... Nem problémája, hanem... Azt mondom, hogy fenotípusa, jó? És akkor az egy ilyen semlegesebb orvosi kifejezés. Volt olyan, hogy ilyen... Lent ült az aulában, már ilyen tavasz volt, tehát jó idő. És ilyen kapucnis pulcsiba, vagy kabátba, de úgy, hogy a kapucni ilyen kenire össze volt húzva. Ilyen izére. És ott ült. Hát nem hackerman. Tehát a hackerman az oké lett volna, de nem laptoppal ült, hanem csak úgy ott ült. Lent az aulán. Ez nagyon smooth volt, csak mondanám. Ez már annyira nem. Mi a pék fasza történik itt? Iframe-es torrent? Ne szaladj! Londonban ezekben a robogóról kikapom a kezedből telefon dolgú, mit tapasztalsz? Hallottam róla, valós dolog, valós probléma, kétségtelen. Én nem tudok kollégát, akinivel ez történt volna. Finger mimik. Tehát nem tudok ilyenről, mármint így közvetlenül, de hallottam, hogy van ilyen. De az, hogy ez Londonra specifikus lenne, azt nem hiszem, szerintem ezt lassan már mindenhol csinálják. De azt tudja, hogy hallottam róla. Ide majd visszatérünk. Csak épp körbe szaladunk. De nem kell izének lenni motoron, már biciklivel is tudod, ez a simán elteker. Mit csinálsz vele? Semmit. Én nem szoktam elővenni a telefonom, mondjuk körülbelül soha. A mobiltelefon számomra az egyik legfölöslegesebb dolog, ami minden nap nálam van. Ugye hívni nem hív senki, mert ma már nem telefonálunk. Hogyha valaki hív, nem szoktam fölvenni, ha nem tudom ki az. Nyilván, hogyha mit tudom én, szüleim hívnak, vagy testvérem, vagy valaki, persze azt fölveszem, de
ha valaki, aki ilyen ismeretlen szám, azt nem is veszem föl. Nem érdekel. Hogyha írjon előtt egy SMS-t, vagy küldjön egy üzenetet, meg itt divat a hangposta, tehát a voicemail. Ugye ez, ami, tehát otthon soha nem volt. Nem is tudom, hogy hagyott-e nekem valaki voicemailt valaha otthon. Nem. Nem emlékszem. Szóval... Ja, de itt szoktak írni SMS-t, hogyha nem veszem föl, vagy hagynak hangüzenetet. És akkor arra reagálok. De mondom, én tényleg hallottam erről, és oda is figyelek. Tehát utcán nem veszem elő a telefont, vagy ha elő is veszem, akkor úgy, hogy ne tudják kikapni a kezemből, ha netán. Tehát nem az, hogy állok a zebrán, és tényleg ott akkor megadom a lehetőséget. Próbálok erre figyelni. De jó, hallottam, hogy van ez a dolog. Hát sejtett, hogy így van, erről beszéltem, hogy nem az a creepy, hogy ül az aulába valaki, mert azért hallgatók ültek az aulába, hanem hogy... Na. Stopsoros azért nem egy boldog telefonhívás, tehát nem egy olyan telefonhívás, amire ugye az ember vágyik. Viszont, hát igen, az a valamit lehet, hogy kellene csinálni, vagy nem is tudom. Ja, hát igen, a scam meg persze. Hogyha igaz volt, akkor... hát igen, hogyha nem igaz, engem otthon hívtak még az OTP-től. Ez a OTP scam. Hogy fú, látjuk, hogy ilyen tranzakciók, meg hogy ilyen kifizetés, de a bankunk letiltotta. Nyilván nagyjából rögtön tudtam, hogy mi a helyzet, mert a bank nem hív föl. Pont. Tehát ők nem hívnak. Onnan jöttünk le, vagy innen megyünk fel? Onnan jöttünk le. Ja. Hát igen, az meg pláne gyanús, hogy nincs megadva sehol az a szám, ami releváns lenne. Úgyhogy, ja, hallottam erről a kikapják a telefont a kezedből dolog. Amúgy... lehet, hogy ez egy új keletű dolog. De én azért régen is gyanítottam, hogy ez megtörténhet, vagy hogy mondjam, tehát... Nyilván nekem, nem is tudom, 2003 óta van telefonom, már mobil. És azért mindig úgy figyeltem erre, hogy ne tudják kikapni a kezemből. Tehát... meg...
Nyilván nem is feltétlenül kell az, hogy most egy motoros kikapja a kezedből, most valaki oda megy, az kiveszi a kezedből. Ugye ez a nem túl vicces poén, hogy ugye a mobil fizetés volt már ugye a 8-kerben nagyon régen. Tehát tudtál mobillal fizetni a 8-kerben az életedért. Csak akkor még nem Apple Pay volt, hanem itt Nokia Pay. Ja, de ettől ez még egy probléma, nyilván, és nyilván nehéz is kezelni szerintem, most nyilván a rendőr csinálhat, volt, tehát följelented, érted, meg mit tudom én, de hát az, hogy a telefonod meg lesz-e? Hát arra sok esélyt nem adok. Ugye azt például én sose értettem, hogy egy Apple telefonnal mit csinálnak. Jó, hogyha nincs lelokkolva, akkor persze tudnak ezt, azt, amazt. De ha le van lokkolva, most mit csinál? Max alkatrésznek tudja eladni. De használni nem fogja tudni. Tehát... Hát de már új lenyomatos iPhone sincs, tehát új iPhone-ok már egyik se új lenyomatos, tehát már nincs. Arcomat meg nem tudja vinni, mármint... Körbejártunk, elég jó kört lenyomtunk. Van itt még valami? A közepén kívül. Biztonsági szempontból melyik a jobb? Hát szerintem igazából mindegy. Ugye mindkettőhöz kell ugye az ember. Most tekintsünk el attól, hogy levágják az ujjat, meg ilyesmi. Szerintem nem ezen múlik egy telefon biztonsága, hogy most új lenyomat vagy arcfelismerés. Nyilván lehetne azon vitatkozni, hogy most melyik a biztosabb. Ezek respawnoltak, vagy ez másik hely? Hanem inkább azon múlik szerintem egy telefon biztonság, hogy föl lehet törni. Tehát ki lehet rútolni, meg... meg ilyesmi. Never mind. Én értékelem, csak... Jó, nem is nevetek rajta. Itt nem volt... Ide följöttünk? Már nem is emlékszem. Mondjuk itt vannak ezek, szóval valószínű nem.
Szóval inkább az, hogy tényleg ki lehet-e rútolni, tehát hogy meg lehet-e valahogy kerülni ezeket a biztonsági eszközöket. És hogyha ha nem lehet, ugye Apple-éknél most ez a lényeg, hogy meg mindig is ez volt a lényeg, hogy nem lehet kirútolni a telefon. Hogyha találtak valami módot, akkor az Apple igyekezett minél hamarabb befoltozni. És jelenleg nincs módszer arra, vagy ilyen tudott módszer, vagy közzétett módszer arra, hogy hogyan lehet föltörni. Nem azt mondom, hogy nem lehet, mert nyilván lehet, csak azt mondom, hogy nincs online semmi módszer most, amivel lehet. Oké. Hát igen, mondom, olyan érdekes dolog ez, hogy open source rendszer, nem feltétlenül azzal van a gond, hogy open source vagy sem, de persze nyilván az security szempontból egy tényező. Ugye mindenki szidja az Apple-t ugye a zárt App Store rendszerével, meg ugye az egész zárt OP rendszerrel, meg hogy tényleg az egész infrastruktúrája elég zárt. Így általában. De hát tényleg a security-nek ára van. Most nem azt mondom, hogy tökéletes, mert azért ugye azért kormányzati körökben is volt game software Apple eszközön. Ugye? Tehát nem tökéletes, de azért a biztonsági rések jelentős részét ugye kiküszöböli. És hogy kerültünk ide? Meg arra mehetünk. Egyszerre csak egy terület. Nézzük meg az újazós részt, hogy az középen mi volt. Persze, ha visszatalálok. De közel se biztos, hogy visszatalálok. Nyilván vissza is tudunk tépézni, ha kell. Csak nem akarok már... Ugye megöltük az elemiket. Aha, erre lesz. Hát igen, azért az Androidot azt meg lehet oldani. Várjátok ma egy percet. Valami furcsa dolgot hallok. Szekés jövök.
Itt is vagyok, bocsánat. Csak odakint valami párkapcsolati dráma zajlik telefonon. És úgy gondoltam, hogy megnézem. Mérik be kintről a furgon, hogy van-e fizetve a TV license. Ez jó. Egyébként most a kollégáim kiröhögtek, megmondom őszintén, mert töredelmesen bevallottam nekik, hogy én fizetem a TV license-t. És így néztek rám bután, hogy minek. Hogy hát... ők nem fizetik. Például van itt egy... most van egy új magyar kollégám, aki... hát nagyon régóta nincs otthon. Maradjunk annyiba, már középiskolát Ausztriába járta. És... a egyetemet már itt végezte, meg mit tenni. Na mindegy, szóval itt lakik... 7 vagy 8 éve már brit útlevele van, meg ilyenek. És azt mondta, hogy ő is azt mondta, hogy soha nem fizette a TV license-t. Mondom, az igen. Nem mintha van, hogy sok pénz lenne, mert most 13 font havonta, de... na mindegy. Ennyi. Ja, valami szappanopera van, de telefonon azt akartam megnézni, mert hogyha valami emberek vitatkoznak, vagy ilyesmi, akkor... tehát, hogyha nagyon eldurva a dolog, akkor a hatóságokat értesítjük. Jó. Na, és akkor itt most mit kell csinálni? Beleütök ebbe. Vagy... belebrummogunk. Jó, akkor mehetünk tovább. 8 év alatt az 1248 font. Sokat segít ez a talizmány a magyar családok. Igen. Mint a kötelező akciózás. Vagy a kamacstop. Pontosan annyit segít. Jó. Hát nem tudom. Ez a finger kéz. Jó, hát akkor nem tudom, menjünk tovább erre fele? Kamagy, stop. Az is jó amúgy. De az nem segít a családokon, mert abból nem lesz 3 gyerek, meg 16 unoka. Ezt nem tudom miért csináltam. Nem baj, megyünk tovább. Akkor megnézzük, hogy arra mi van. Stopsoros, hát igen. Ezek a számunk nem hazudnak. Kamatos kamata is csak olyan kevés. Na mondjuk a 6% az nem valami combos. Nem valami rizikós befektetés. Nem olyan, mint az életbiztosításom. Mennyi lenne, hogyha Nvidia-ba rakom? Ne is mondd. 8 éve? Hát nem azt mondom, hogy sehol nem volt az Nvidia, de nagyon-nagyon nem ott volt, mint most. Tehát... azért 8 éve... várjatok csak.
Hát nagyon jó gaming videókártyákat gyártott 8 éve az Nvidia. Nem azt mondom, már ment az AI, de ez kétségtelen. Nem ennyire, mint most. Talán ilyen, ezek a nagy data center szerverei nem voltak, vagy hát ezek a klaszterei, inkább úgy mondom. Akkor annyira még nem volt jellemző. Talán már voltak klaszterei, de nem olyan mértékben, mint most. Hát a 10-es széria volt. Hát igen, akkor én nem emlékszem, hogy akkor már lett volna... lehet, hogy volt már nekik... klaszterük. Compute klaszterük. Tehát ilyen dedikált AI compute klaszterük. Várjátok, mert arról jöttünk. Próbálok tájékozódni. De ja, ami az elmúlt tényleg, hát azóta történik az Nvidia-val, az tényleg elképesztő. Hogy leelőzték az Apple-t. Még tényleg nagyon sok céget már így értékben. Nem erre kell jönni, észak fele kéne menni. Én vagy, várjatok csak. Nem erre. Persze, lehet, hogy itt kóvájgok, azt lehet, hogy semmi nincs az égvilágon. Hogy jutottunk oda, ahol azok a gyökerek voltak? Mármint... Na, értitek. Igen, erre gondolok. Erre gondolok? Nem. Van erre valami? Vagy csak én képzelem be, hogy van erre valami? Tehát erre a részre el tudunk jönni? Vagy itt nincs semmi? Lehet, hogy nincs semmi, de mintha lenne... Hát nem tudom. Vagy ha van is, akkor nem erről kell jönni. Mindegy, itt van ez a sekk, azt tuti. Vagy ha... Mást itt nem látok, hogy itt van ez a két medve. Az egyik futva, a másik medve. $180,000 érne ma az a portfólió? Oké. Okay. Ha 8 év alatt a TV license díjából Nvidia-t vettem volna. Hát...
Damn. Jó, bitcoin is lehetett volna, mondjuk az nem 8 évvel, hanem mondjuk picivel többel, mondjuk olyan 11-12 évvel. De ja, lehetett volna az is. Jó, hát nem tudom. Mi következzék? Érdekes. Dragon Pit Terminus? Hát az kéne. Másik finger. Szerintem csináljuk azt, hogy beszéljünk akkor Ymirrel, aki itt van, ugye? Igen. Akkor megnézzük, hogy mit mond. Opa. The exalted timbre of the bell has reached these ears of mine. Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed. Only your fate shines brighter. Now, these are for you. Ruins map second. Beloved Stardust. Think nothing of it. I have made my decision to be of help. May the glowing stars guide you evermore. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the Erd Tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective, unhinged from the start. Marika herself, and the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Ever young Mikola saw things for what they were. He knew that his bloodline was tainted. His roots mired in madness. A tragedy, if ever there was one. That he would feel compelled to renounce everything. When the blame lay squarely with the mother. All right then. May the gleaming stars guide you ever. Oké, na nézzük ezt a medált. Shortens casting spell for sorcery and incantations by the utmost. Increases damage taken. Ez ma jó lesz a fate buildünkhöz. Mondjuk damage taken, hát nem kell bevenni a damage-et is kész. Egyszer megtaníthatnánk programozni? Sőt, egyszer már próbáltam. Most, ha emlékszel. Indicates allowed another hallowed ruin apart from the one shown on the first map. Igen, bizonyíték is van rá, hogy próbáltalak megtanítani programozni. Valami Jolánnak van mondani valója. Figyelj már, Jolán, iszunk egy kávét. Valamikor. How did Count Ymir reward you with that?
Then I see you have gained his trust, and therefore mine. Mm. I am Yolan. The knight is yours now to wield. Akkor iszunk egy kávét. Don't get the wrong idea. We are neither friends nor confidants. I am merely honoring Count Emir's wishes. Na, ne legyél már ilyen. Enough of you. Na. Enough of you. Így kikosarazni? Hát most komolyan. Abba is hagyom mára. Folytatjuk majd innen a következő alkalommal. A második ujjazás után lehet meglágyul. Hát úgy legyen. Folytatjuk majd.